úgy sziasztok, nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tanbemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint a Spitz, ez egy Tier 7-es német light tank, annak idején elmaradt a tank bemutató róla, nem készült anyag a csatornára, így most visszavettem akciósan, és készítek róla egyet. A pálya Ghost Town, mit fogunk tudni csinálni? Hát saját tiert kaptunk, itt igencsak rohangászni tudunk körbe-körbe, nem tudunk bemenni a városba, mivel light tankok vagyunk. Az alaplőszer AP a premium lőszer 7, mi csak AP lőszert pakoltunk be, ugye egy az mert gazdaságos, kettő mert ennek a hitje is nagyon kuszán száll. Szakasztársam Andris, ott van mellettem, egy 3 gun márkos T29-ben. Na, elindítjuk a csatát, 58 km-re képes repeszteni, picik vagyunk, könnyedén mozgunk, ugye a lightunk már toppos állapotában van, ezzel nincs is gond, de én valahogy régebben sokkal, de sokkal erősebbnek éreztem ezt a tankot. Valljuk be őszintén, nem a legélesebb kés a fiókban. Ettől függetlenül megpróbáljuk használni. Futottam vele jó pár kört, viszont, mint mondtam, a lőszersebességgel is bajok vannak. Ezért csak az AP-t tettem be, mivel a hit az szinte használhatatlan ilyen menet közben. Az alaplőszerünk, tehát az AP-nknek az átütése 158 mm, ezzel kell gazdálkodni, 210 lenne a híd, de azt nem használunk. AMX AC, plusz érkezik egy T71 light tank, annyira nem vicces, és nem is bírjuk eltalálni. Kicsit nehezen kezelhető ez az ágyú, hát ez nem egy Riproad vagy egy Tiger Shark. Épp poénból mondtam Andrisnak is, hogy hát szívesebben elfogadnám azt az ágyút. Hát itt átestek rendesen, kollégát próbálom menteni, nem sikerül, viszont itt maradok egyedül. Három tank ellen, már hárman üldöznek, és mind a három ráadásul light. Megpróbálunk cikázni, már csak 479 HP. Ugye én ezt nagyon élem, mikor nincs HP, és Géza nem enged el. Tehát ő egy bot. Bot Junior. 376 HP-n maradt, mondjuk a 880-ból nem nehéz, és továbbra is engem. Próbálom a roncsokat, a házakat felhasználni, hogy vissza tudjak vonulni. De ugye a jó Jeri nem felejt, mindig megadja a tartozását. 225-tel be is büntettük. Jó, farulunk egyet. És higgadtan megpróbálunk válaszolni erre a nagy kedvességre. 240. AMX Chefi, ugye táros. Jó, már be is húztuk. Kicsit hátsó tornyosak vagyunk, ettől függetlenül megpróbáljuk a sakát előni, nem? T78-ot célozzuk. Továbbra is, nagyon jó. Tehát ez az AP azért elég jó használható, van egy kis húzása. Uff, ez közel volt, itt suhant el előttem a lőszer. Jó. Tehát ez a magasság nem jó, próbálunk helyezkedni, hogy minél kevesebb látszódjon ki belőlünk, mégis legyen gándepünk ahhoz, hogy ki tudjunk hajolni. Próbáljuk a TD-t előni, de ebből a pozícióból nem sikerül. Ugye azért a 158 mm-es átütés mindenre nem elég, 220-akkal csipegetünk. 390 méter látótávunk van, ami alap. Erre rádolgozunk, akkor még egész jó. T-78-at is megbüntettem. Mi a bosszú? AMX AC, elég veszélyes, ott a sakál is, mégis egy T29-es Daniel. Jó, kapott egy track lövést. Sakál próbál menekülni, a TD viszont behúzódott. Ezért megpróbáljuk a leghátsót előni, lehápézni. Próbáltam oda trackelni, nagyon futkározzon. Nem sikerül egyszerűen, semmi baj. Meg eléggé be van így srégvél a felén. És ekkor a távolságból 158 mm azért nem vicces, de semmi baj, megoldjuk a dolgot. Mert más nem, görgön megpróbáljuk besebezni. Kinézzük. Nem sikerült, semmi baj. Hát nem gondoltam, hogy túlélem. Maradjunk annyiba. Az a három light így kiszabadulni már a legelején az nem volt semmi. Jó, maradt három tankjuk, már is gurulunk tovább. Tehát itt ez az akció jelenet, hát nem
nem mertem volna rátenni a kredithozamot, hogy abból élve ki lehet jutni, de kijutottam. A 44. Van még egy Firefly. Megpróbáljuk az A44-et majd meglőni. Ugye 880 HP, hát eléggé könnyedén el lehet veszíteni. A44, ugye mivel nincs armorunk, 0,36 pontos az ágyunk, tehát ilyen pixel lövésekre nincs gondja a lightunknak. Ha AP-t használod, hitte nem bírnád el találni, mert érdekesen repül. Próbáljuk kiszedni. Deadnought. Deadnought kiszedte. Ugye 2,2-es szűkülésünk van, annyira nem. Nem rossz. Mondom, én próbáltam a hitet is, de az olyan, mintha artizni. Ah, figy fene. Nos. Hát ez is egy gyors csata volt. Viszont nem is azért vettem vissza, mert annyira szerettem volna mindenféleképpen ezzel a spiccel játszani. Annak idején valamiért átszaladtam, siettem a 10-es német lightért, és csak első osztály volt meg, és most úgy láttam, hogy ugye tier 3-tól 7-ig minden tank akciós, nagyon sokat visszavettem. Ilyet, mint a Cromwell, a Comet, a T-29, a Spitz, a TD-k, tehát nagyon sok tankot visszavettem pontosan azért, mert régen nem sokat játszottam velük, valószínűleg Free Space, nem is már ugrottam is, tehát mentem egy-két csatát vele is ennyi, és csak első osztályig jutottam, így ezeket most visszavettem, és szépen próbálgatom masterizni, mivel egy hajszál választ el a 300 különféle tank masteritől. Úgyhogy ezért vettem vissza a spécet is, nem azért, mert annyira oda vagyok érte. Ugye nekem megvan mind a négy, a Rip Road, a Tiger Shark, a Trailblazer, meg a... volt még valami. Na mindegy, tehát ezek nekem megvannak, nagyon szeretem, de más az az ágyú, az ágyú az haláli pontos, meg hát az a tárassal tudod fordítani a csatát, ez sem rossz, de ha így rád esnek, hát nem tudom. Tehát itt a pálya se volt adott, mert itt ide bejönni nem tud, csak kívülre, és azért mostanában elég sok light játszik. És mint mondtam, itt a legelső szituációban, hát ez, hogy kibírtam onnan jönni élve, hát az kész szerencse volt. Ettől függetlenül tankmesteres kört mentem, meg volt jó néhány killem, ha igaz. Viszont itt nem látom, 3 killem volt. Úgyhogy... már eladtam a tankot, de meg lett rá a mastery. Úgyhogy, hát nem azt mondom, hogy hát nem lehet vele könnyedén játszani, de nem lesz szerintem senkinek a kedvenc tankja, úgyhogy, de ha éppen ezt az ágat húzod, ezzel nem lesz gond, tehát ezzel tudsz játszani, kétfajta ágyú van hozzá, mind a kettő ugyanaz, ugyanazokkal a lőszerekkel, tehát mi csak az sincs, hogy na bevállalhatnék egy APCR-es kisebb átütésű stokkos ágyút, és akkor azt használnám. Nem, sajnos nincs ilyen, hanem ugyanaz a két ágyú, csak annyi, hogy a stokkosának kisebb az átütése, mint ennek, de ettől függetlenül mondom, szerintem vígan el lehet vele játszani, de ez nem egy megtartós tank. Nagyon szépen köszönöm, ő volt a Spitz, én meg Jerikó, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok! Majd a végeredményt ide bevágom, mivel már ez a videó sincs meg.